Üdvözlök mindenkit az Opisasz szakértői videójában. A mai napon az Opisasz vásárlási folyamatának lépéseiről lesz szó, tehát hogy mi történik az ingatlanokkal a felszín alatt. Hogyan találjuk meg, választjuk ki, újítjuk fel és adjuk bérbe ezeket az értékesítés előtt. Sokszor halljuk azt a kérdést befektetőinktől, hogy miért tűnik ilyen egyszerűnek a befektetés. A válaszunk erre az, hogy azért, mert sok és kemény munka van mögötte. Nézzük tehát, hogy mi történik az Opisasz ingatlanaival az értékesítés előtt. Első lépésben a Tom kollégám által irányított elemzőirodánk végez egy keresést, a megfelelő adottságú ingatlanok után kutatva. Az ingatlanokat bankokon, az MLS-en vagy ingatlanárveréseken keresztül találjuk meg. Az erre szakosodott kollégáim alaposan megvizsgálják az ingatlanokat, az elhelyezkedés, a környék, infrastruktúra, tehát iskolák és bevásárlóközpontok közelsége, és természetesen az ár alapján. Ezután ajánlatot tesznek, és pozitív válasz esetén aláírjuk a vételi szerződést, amely 5-15 napot ad arra, hogy személyesen is megtekintsük és leellenőrizzük az ingatlan állapotát. Amennyiben az ingatlan megfelel a követelményeinknek, véglegesítjük az adásvételt. Ezt az ellenőrzést egy független, erre szakosodott cég végzi el kérésünkre, és egy részletes jelentést küld az ingatlan állapotáról. Az ellenőrzés pozitív eredménye után az általunk megbízott Title Company, a tulajdonátruházást intéző cég, elvégzi a due diligence-t, vagyis az ingatlan alapos átvilágítását. Bármilyen fennálló tartozás kiegyenlítésével, például az elmaradt ingatlanadó vagy közös költség, az ingatlan tehermentesítésre kerül. A due diligence végeztével a Title Company kiadja az úgynevezett Title Insurance-t, vagyis egy biztosítást arról, hogy az új tulajdonos semmi esetben sem vonható felelősségre az ingatlan múltban felhalmozott terheiért. Egy fontos plusz garancia ez az ingatlan tisztaságára nézve, melyet az új tulajdonosnak adunk. Ezt követi a zárónyilatkozat. Most, hogy az Opisasz az ingatlan új tulajdonosa, felkérünk egy megbízható vállalkozót annak felújítására. Az elvégzendő munkálatok az ingatlan állapotától és elhelyezkedésétől függnek. Általában az ingatlanok bútorozatlanul kerülnek kiadásra. Az amerikai szokás szerint minden bérlő hozza magával a saját bútorait, az általános háztartási gépek viszont rendelkezésre állnak. A felújítás után az ingatlan készen áll a bérlők fogadására, ezért megbízunk egy ingatlan kezelő céget a megfelelő bérlő megkeresésével. Ők végeznek egy alapos keresést a meghatározott követelmények alapján. A keresés után az Opisasz megköti a bérleti szerződést a megfelelő bérlővel. Az ingatlan csak mindezek után áll készen a nemzetközi befektetőknek való értékesítésre. Így módon a munka nehezebb része készen van, levéve a terhet az új tulajdonos válláról, és ami még fontosabb, hogy a befektető már a szerződés lezárásával elkezdi keresni a nettó bérleti hozamot. Ráadásul ez egy valós bérleti hozam, hiszen abból a bérleti díjból számoljuk ki, amit a bent lakó bérlő már fizet. Itt vannak tehát összegezve a legfontosabb tudnivalók. Az Opisasz az ingatlanok első tulajdonosa, nem szimplán közvetítője. A Title Insurance egy fontos extra biztosíték az ingatlan tisztaságára nézve, melyet egy független, harmadik fél állít ki. Minden ingatlan felújításra kerül, és az ingatlanok már bérbeadva kerülnek eladásra, így a befektető az első naptól kezdve élvezheti a bérleti hozamot. Ha bármilyen kérdése merült volna fel, akkor küldjön nekünk egy e-mailt az info@opisasz.com címre, és örömmel egyeztetünk Önnel egy telefonhívást vagy személyes találkozót, hogy megválaszolhassuk kérdéseit. Maradjanak velünk továbbra is!